Még a tavalyi évben készítette el a Gyulahús Kft. Azt a tanulmánytervet, melyben a középtávú fejlesztési elképzeléseket fogalmazták meg. Ennek az egyik eleme az lenne, hogy a kétegyházi úti telephelyre több funkciót költöztetnének ki a Békesugár útról. Az egyik ilyen a szárazáruüzem lenne, melyet egy teljesen új épületben helyeznének el, egy új infrastruktúrával. A húskészítménygyártásunkat, amely jelenleg a hűtőház épületében zajlik a kétegyházi úton, szintén áthelyeznénk egy új épületbe, így a hűtőház kapacitása, hűtőkapacitás számára felszabadulna és visszanyerne az eredeti funkcióját a hűtőház, valamint az országos sertés stratégia megvalósul, és ezen belül a célul kitűzött békésmegyei sertés stratégia. Abban az esetben gondolkodunk azon, hogy tervezzük azt, hogy egy vágóhídat is kialakítanánk a kétegyházi úton, amely egy teljesen korszerű technológiát tartalmazna szintén új épületben. Ezzel tehát négy új funkció valósulna meg a kétegyházi úti telepen, ami többek között azért is lenne nagyon fontos, mert ez komoly munkaerőfelvételre adna lehetőséget. Ha ez az említett négy funkció megvalósulna a kétegyházi úti telepenünkön, ez egy jelentős létszámbővülést igényelne. A jelenlegi 280 főről úgy gondoljuk, hogy kb. 800 főre kéne felfejleszteni a létszámot. Azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy léptékű előrelépés lenne a térség foglalkoztatásában, ami igen kívánatos, és véleményem szerint ez mind a Gyula városának, mind pedig a környék foglalkoztatására egy fontos szempont lenne. Ha minden a tervek szerint alakulna, a cég középtávú fejlesztései 3-5 éven belül valósulhatnának meg.